elutasította a tanügyminiszter ellen benyújtott egyszerű indítványt a szenátus plénuma. Az indítványt az ellenzék 37 politikusa kezdeményezte, akik Liviu Pop menesztését szerették volna elérni a minisztérium éléről. Az ellenzéki politikusok azzal vádolták meg a tanügyminisztert, hogy felelős a tanügyben uralkodó káoszért, elsősorban azért, mert hiányoznak az 5. tankönyvek, de egyéb gondokért is, ami szerintük a jövő nemzedékének a nevelését sodorja veszélybe. Késlekedő programok, elkésett versenytárgyalások, érdektelenség. Mindezek oda vezettek, hogy a gyerekek tanításához és a tanárok eligazításához lényeges tankönyvek hiányozzanak. Olyan újításokkal foglalkoztak inkább, mint a sport tankönyv. Ezt a nemzedéket beáldozták az utóbbi 5 évben, és ezért önt terheli a felelősség. Válaszában a tanügyminiszter az elődeire hárította a felelősséget a tankönyvek válságáért, szerinte túl későn írták ki a versenytárgyalást, és így is csak azok a tankönyvek késnek, amelyek esetében óvásokat nyújtottak be. Az indítvány első pontja azt állítja, hogy a 2017-2018-as tanév tankönyvek nélkül kezdődött. Erre az a válaszom, hogy már az iskolai év első napján, szeptember 11-én minden tanuló megkapta a tankönyveit. Kivételt csupán néhány 5. tankönyv képez, amelyekre új tanterv van érvényben. Az RMDSZ nevében felszólaló Novák Zoltán szenátor arra hívta fel a figyelmet, hogy inkább a felmerülő problémák megoldására kellene összpontosítani, mint a botránykeltésre. Felszólítjuk a tanügyminisztériumot, hogy sürgősen rendezze a tankönyvek kérdését, mint ahogy közvetlen és hatékony beavatkozással oldja meg a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetét is. Ugyanakkor azt kérjük a román parlamentben képviselt politikai pártoktól, hogy politikai botránykeltés helyett inkább javító ötleteket fogalmazzanak meg a szakbizottságokban. Az RMDSZ ebben mindig is konstruktív partner volt, és marad a továbbiakban is. A végszavazásnál az indítvány 41 támogató szavazatot kapott, 68-an ellenezték, 9 szenátor pedig tartózkodott.